Na persze, persze! Még hogy napi videó! Azt látjátok, mi volt tegnap? Mármint, hogy nem látjátok, mert nem volt semmi. Na de tudjátok, mi nem semmi még? Az, hogy már több mint 192 000 feliratkoztatok a csatornára! Hihetetlen, mi durvák vagytok! Aki esetleg még nem iratkozott volna fel, mivel vagytok még egy páran, tegyétek meg, teljesen ingyen van, csatlakozzatok hozzánk a feliratkozás gombra kattintva, és érjük el közösen a 200 000 feliratkozzót még a nyári szünet elejéig. De ha már a semmiről beszéltünk ennyit, akkor tudod, hol igazán rossz még az, hogyha semmi sincs? Ha semmi sincs beírva a Brawl Stars Shopban a Creator Code-nál. Úgyhogy nagyon gyorsan pengesd be a csodálatos csuszi kódot a Brawl Stars Shopba. Használd te is a világ legjobb kódját, a csuszi kódot, yay! Na de térjünk is a mai videó témájára, amiben Brawl Stars-os glitcheket fogunk megtekinteni. Úgyhogy jöveket becsatolni, mert ez rázós út lesz, rengeteg őrültséget láthatunk majd. Na a sok Dyna egy helyben mire lesz vajon képes? Használják mindannyian a gadgetet, és kifogyott a szerver! Ilyen lehetséges! Körbeótózza a falat, Mortis! Megőrült! Hú, ez még a régi kliens! Be lehetett akasztani a falba Darylt! Mi, Mortis használta a Dyna gadgetjét? Mi a fene? Felment a padlásra, Mr. P! Micsoda? Hárman voltak csapattársak? Duóban vagy mi? Na jöjjön is egy kicsi brawlból! Nem áll, szegény Daryl mindig beakad valóban! Egy Dynamot nagyon kaphatja! Mi? Ők is körbeótozzák a padlást, így is van! Ne! Mindenki csapattárs! Ez a tímelésnek egy új fokozata! Mortis innen easy-ben gólt lőhet! Mi van? Hát az a labda az meggondolta magát! Bibi vs Dyna! Mi ez már megint? Mi volt Bibi ütéseivel? Na ilyenkor mondhatja azt a tanár, hogy sötét vagy, mint a főgyerekem! Itt meg a vízhód fekete! Közben mi történik? Sehol semmi HP, karakterek össze-vissza mozognak, Mortis nagyon el lehet itt ugrálgat össze-vissza a világát, nem tudja mi a fene? Honnan jött az a robbanás? Hogy tudott ilyen? Get track, nice kill! Azt meg átsorta a falon keresztül! Na megint egy Daryl szuperezés lesz, hogy feldobta a tacsot? Mi ez? Nitának a macián rajta van 8-bitnek a szuper, és rá is tudott gadgetelni, de 8-bit gadgetjével. No. És innen jöhet is a gól, ott is van, bent van! Mi? Nem számított a gólnak! Csak nem trickshot lesz ebből, dehogy nem! Visszajött ugyanabba az irányba! Ó, a jó öreg falba mászás Mortisszal! Régi szép idők! Hasznos csapattárs, yeah! Brockra ott halál vár! Mi? Brock helyett így mit ugrott fel? És meg is döglött! Na mi lesz itt? Csak nem El Primo be fogja lökni a vízbe esetleg? Hogy pattog már? Igen, Brocky ugrott oda, nagyon jól tudjuk ezt a helyet. És ami Bolond Crow beugrik! Hát haver, te nem fogsz tudni onnan kijönni. Jó, megszivatta. 200 IQ-s csapda. Ajaj, Daryl szuper következik ismét, hát de Bolond meg fogsz dögleni. Mi? A falon keresztül is kicsinálja. Megint szuperezés, és megint padlásra kerül, és ez mi ez a bug? Jézusom! És fenn a Jean Pool egymásra. Íj, az elég érdekesen nézett ki. A szervet megbolondították, de meg volt a helycsere. Üres kapura, trickshot, át az nincsebet. Hogy fogtad az be? Jó, 8-bit meg fog döglenni. Mi ott éled a dobozoknál? Nem tud kijönni. Beakadt. Mi történik itt a verében? És miért kapja folyamatosan az ezres sebzés? Mint a poisonbe lett volna. Nagyon nagyba megy a harc az El Primónak, annyi. A maci meg gondolt egyet, azt ugrik egyet. Mehet is a szuperpassz, hát az úgy beragadt. El Primo van, nagyon kirobbanó formában van. Ismét egy trickshot következik, és ismét nem létező hívvel. Frank Superot mindenki kapja, és két különböző irányba megint fel. Az pedig jó beakadt ott. Fogykos Daryl Super, hát ez tényleg elég fogykos, míg a régi modell beragadt. Nem, még egy trickshot. Mi? Hogy lőtte az be? Mi van itt Mortisszal? Hát gyorsabb, mint Bullnak a szuperjárja, meg messzebbre ment. Abból jöhet is a gól. Az hogy megállt ott a vonalon? Na, egy újabb tökéletes Daryl szuper. Mi? Már megint? Egyszerre fognak szuperezni. Mi? Mit
ötlük vercezik hátra, Frank! Körbeoltozza ő is! Igen, Sproutnak a lövései, vagy inkább Dynának a lövési Star Pabője! De szépen néz ki az új PSG-s pálya! Adom ezt a változtatást, már el kellett egy kis újítás! Labda glitchelések a kapun keresztül! Az átment a falon! És bent is lenne a gól, viszont visszajön! Hát bumeráng labda! Mivel ugye a saját kapunkba lőjük. Visszaszökik! És az ellenfél kapujánál? Annál is átmegy, és ott a gól! Rengeteg lehelyezett fal esetében, amikor jönne az overtime, és ezek lehullanának, akkor kikressel a játék! Visszateleportálás a vízről! Hogy Bullnak a gecsitje így is működhet! A botokat, mintha valami lögdösné a vizek közelébe, és tényleg egy kicsit így feldobja! Hatalmas Barley dobás! Ne! Ugyanúgy működik, mint Kárnak a lövése, csak itt Barleynak a szuperje! Amikor teleportálunk el. Mortis falon keresztül deselése. Bizony, ez egy időben működött. Colette is keresztül tud menni a falon. Ó, El Primo egy kicsit segített neki, hogy beakadjon, és igen! Surge le tudja rombolni a falat. A szuperjével! Lehet, hogy csak a koponyának köszönhetően. Itt is vannak akadályok, és ugyanúgy működik! Ne! Kiütöttek ott a sarokban egy kockát, lehelyezték oda Perrynek a mortárját, és automatikusan azt fókuszálja a boss, de nem tudja megütni! Úristen, mekkora ötlet! Itt csak idő kérdése, és bármikor sikerülhet a challenge. Nani szuper séta glitch. Tud mozogni közben, míg használja a szuperjét. Igen, most már ugye nem lehet öngolt lőni, Sproutnak a labda csapdája. Így bent marad a labda. Bent tudja tartani. Amúgy ez nem rossz ötlet, hogyha nem akarod hagyni, hogy az ellenfél gólt tudjon lőni. Ezek mekkora géniuszok. És utána kijön ugyanúgy. Perry portálos gadget glitch. Ó, ugyanúgy működik, mint a Barley is! Csak előtte meg kell nyomni, aztán gyorsan elteleportálni, és ide jönnek a lövedékek! Mortis teleportálás! Ó, az alaptámadását használ a teleportáláskor? És egy óriási dessel, meg még falon keresztül is! Tick gadget gólja falon keresztül! Úristen! Nem hiszem, hogy ilyeneket lehet csinálni! És ez Shelly gadgetjével is ugyanúgy működik? Azta! Ne, Max is meg tudja csinálni! Carl is ugyanúgy a gadgetjével! Mondjuk itt egy kicsit kombózni kell már dolgokat! Össze lehet rakni a dobozokat? És az meg is marad? Hogyha Sproutnak a szuperjét használjuk, milyen szépen összelöködnek! Menj már! Rendesen élvezetes nézni, hogy azok a dobozok összemennek egybe! Ki a fene gondolkozott ilyenen, hogy ezt így meg lehet-e csinálni? Hát valakinek eszébe jutott, ott is van az utolsó doboz, nézzük, hogy mennyit fog vajon dobni. Na most fény derül mindenre. Szedjed alá, fater! De hol van? És tényleg működik 18 Power Cube! Daryl a vízben ragad. Ezt már szerintem kiavították, nem fog visszajönni. Ott maradt! Tényleg a víz kellős közepén. Hát azt hittem, hogy vissza fog indulni. Nani a vízben ragad. Használni fogja szerintem a gadgetjét és kiteleportál. Viszont ezt is szerintem már javították. Hát ott maradt a víz kellős közepén. És jön a haverja is, hogy meglátogassa a spancit. Na mi a helyzet? Ő is ugyanúgy ott fog ragadni. És ugyanígy Kállal is megoldható a vízben ragadás. És még tovább is tud evezni, ha újra használja a gadgetjét. Na ez a hajós Kállal lenne igazán jó. Hogy a launchpad-eket egymásra lehetett helyezni, és így keresztezték egymást. Na most ilyenkor az az érdekes, hogy mi történik akkor, amikor esetleg egy felfelé és egy lefelé történő launchpad van egymásra helyezve. Úgy néz ki, hogy 50-50 eldönti, hogy épességgel fel vagy lefele fog lökni. Azt a mindenit, az hogy az agyám van itt? Néz ki ott. Hát vagy 6 launchpad egy helyen volt. Bizony ezek így működtek, hogy a legközelebbi szárazföldig elvitt minket, és ugyanígy fog valószínűleg Primónak is működni a szuperje. Pontosan, hát mennyi ideig a levegőben állt? Vagyis hát feküdt pontosabban mondva. És Dynamite-kal is ugyanúgy meg lehet ezt csinálni, hogy a szuperjét használtuk. Úgy szint persze Crow-val is, a Verébbel. Itt pedig Darylnek a hosszú gurulása. Ó, de jó érzés, hogy bontja azokat a koponyákat. Bullnak a gadget használta a vízen. Ó, amikor megáll egy helyen, tovább löki automatikusan a szárazföldre. Wow! Falon keresztül mászás Brawlból, micsoda? Hogy lehet oda kimenni? Milyen bug volt, hogy ki lehetett futni a pályáról? Még a falat is le tudtad rakni, Sprout! Azt mondom, lehet vajon gólt lőni? Nem, biztos, hogy nem lehetne. Az lenne még igazán vicces.
jó nagy területen, és még launchpadet is lehetett onnan használni, ugyanúgy a másik pálya részen is volt egy ilyen rés, hogy beugrott a kapuba. Sproutnak a golyóglitch, ami a szükséges a fala, teljesen össze-vissza ugrál a lövedéke. Hát nem tudja, hogy merre pattanjon. Még fentebb dobja, mint amúgy leesne. Mi a túlra, mint a... Kár leghosszabb dobása. Ja, hogy a teleportot használja. És oda fog menni, ahova teleportált. Nagy utazás. Azt mondta, ez az élet. S nem jön vissza a kár dobása, de visszajön bizony. Hát azt se tudja, hogy merre kell mennie. Ennyi is lett volna ez a videó, hogyha tetszett és szeretnétek még hasonlót látni a jövőben, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal, egy hatalmas feliratkozással, hogy ne maradjatok le a napi Brawl Stars-os tartalmakról, mivel minden nap van Brawl Stars-os videó, kivéve akkor, amikor éppen nem. És ne felejtsétek el újra beírni a csuszi kódot a Brawl Stars Shop-ba. Köszönöm szépen mindenkinek, aki használja a kódomat, a következő videóban találkozunk, legyetek jók addig, és na sziasztok!